Barjó László már itt is van a stúdióban, a DK elnöke, jó reggelt kívánok, jó reggelt, köszönöm, szóval hogy elfogadtam meghívásunkat. Azt elmondhatjuk a nézőinknek, hogy még mielőtt ugye a vendégeink bejönnek a stúdióba, egy előtérbe, egy nagyon kényelmes fotelekkel ellátott előtérben tartózkodnak. A kint van egy nagy plazma televízió, ahol nyomon követik ugye az adást, és ott láttak kint, hogy előbb én az Emiliának azt mondtam, hogy az emberek valószínűleg nem is értik ezt a letelepedési kötvényt, meg mit kell ezzel még annyira pörögni. Gondolom egyetért ezzel a véleményemmel. Hát ha úgy tekintünk rá, hogy a parlamentben például hétről hétre bizottságok tesznek kísérletet arra, és képviselők kísérletet arra, hogy a magyar kormány beszámoltassák az e területen elkövetett cselekményeiről, és a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter nem hajlandó ezeken az üléseken megjelenni, akkor, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk ezt a dolgot annyiban. Igen, volt olyan bizottsági ülés, ahol azért nem vettek részt, hogy a kormánypárti képviselők, mert, hogy nem lett volna arra idő, hogy átbeszéljék, hogy a kötvényekkel kapcsolatos kérdésekre adható választ. Hát mondták ők, miközben már 11 órától 3.01-ig arról folyt a vita, hogy akkor most miért nem veszik témára, vagy miért nem veszik napirendre ezt a témát. és De ettől függetlenül azóta újabb ülések voltak. Hát látható, hogy a kormánynak rendkívül kínos ez a téma, mert miért ugye. ennek kínos, amikor azt mondják, hogy tulajdonképpen az adósságcsökkentésben, az államadósságcsökkentésben rendkívül nagy szerepe volt annak, hogy nem tudom én, több száz milliárd forintért vásároltak letelepedési kötvényeket. Kínos azért lehet, mert azokkal szemben, akik nap mint nap keményen dolgoznak, és a munkaerejükből kell megélni, és a, akár a ma éppen az idősek napja kapcsán mondhatnám, hogy az átlag nyugdíj 121 ezer forinthoz képest egy-egy letelepedési kötvény biznisz kapcsán mennyit kereshetnek itt különböző cégek, 100 milliárd forint feletti nyereséget elkönyvelve, ekközben a kormány azt hazudja, hogy kivezetik, és nem lesz többé ilyen. De ki is majd vezették, épp... hát ezt maga a kormány szóvévő említette, erősítette meg itt a Star -Című műsorunkban. Eközben a 2018 évi költségvetés tervezésnek előkészítő dokumentumokban benne szerepel, hogy ezt esetleg folytathatják, na, nem zárják na ki. Na hát, de akkor ne csúsztasson azért ön sem, hogyha benne van az, hogy majd esetleg folytathatják, Igen. ez nem azt jelenti, hogy ez folytatólagosan működik. Hát nem, nem azt, azt jelenti, mert egyébként a választás idejére erre az de évre de akkor felfüggesztették. Most, akkor most a DK, hogy látja, van letelepedési kötvény pillanatilag, tehát ez egy futóprojekt, vagy nincs? Megállt a projekt, és számoljanak belőle. Akkor igazat be mondott Kovács Zoltán. Akkor igazat mondott addig, hogy egyébként erről még nem hajlandó beszámolni, mert hogy ezen 100 milliárd forintot ők kerestek. Azaz 100 milliárd forintból, hogyha annak csak egyetlen milliárd forintocskáját nézzük, idézőjelbe téve, akkor is havi 1 millió forintot költhetne sok-sok ezer ember. A DK egyébként Mire számítana akkor, vagy mire számít egyébként, hogy mi kellene, hogy kiderüljön a letelepedési kötvénybiznesszel kapcsolatban? Látható, hogy a magyar állam számára ez hátrányos, jelentős Miért költségvetési hátlányos? problémát okozhat. Hát Önmagában a visszafizetés és önmagában azért elfogadhatatlan, mert a mafiállami működés keretében itt néhány cég nagyon sokat keresett, ahelyett, hogy a magyar állam lenne ennek a nyertese, azaz az állampolgárok lennének hogy a nyertesei. az államadóság csökkentését valamivel el le -e lehet érni, és ha azt mondják, hogy ez tényleg így van, hogy ezzel el le -e lehetett érni, akkor ez miért a De nem lehetett, mafiára, De nem lehetett elérni, érdemi csökkentést ezzel nem lehetett elérni, azért, mert ehhez kapcsolódóan olyan jutalékokat állapítottak meg, 25 százalékos mértékben, amelynek egyik következménye volt például a hajós utcai rablás, ahol egyetlen nap alatt 600 millió forintos, 600 millió forintot vittek el a cégtől. Meg vagy egy a... szoftvert, vagy többet, igen. Amiben ezt nyilván tartották. Azért magyarázza már el nekem, hogy az adóhatóságnak miért nem tűnik fel az, hogy 600 millió forint készpénz kell valamilyen ügylethez, amit ott kell tartani egy cégnek. miközben aztán aztán nem tudjuk, hogy ez a pénz miért volt ott. De az, az adóhatósága sem érte. tudjuk, hogy nagyon sok embert kihallgattak. De bocsánat, ezzel a, a kis és középvállalkozások, vagy azok a mikrovállalkozások, ahol e, egy, két, három, négy ember dolgozik, ott néhány százezer forintos házi azt pénztárért megbüntetik tudom, az embereket. Tudom, de ugye itt most nem arról szólt a híradás, hogy ez a házi pénztárban fel van tüntetve, vagy sem, meg azt is tegyük hozzá, mert valószínűleg egyébként, hogy ezt nagyon sok ember ám nem tudja a tévénézők közül, hogy... Mennyibe is kerül egy, az egy darab letelepedési kötvény? Mi az ára? Kezdetben volt 300 ezer euró, most pedig 350 ezer euró. Bizony. Ehhez kapcsolódik, de úgy, hogy ugye ezt 5 év után visszakapja, miközben örök életre Nem, szódó. én most csak ezt azért mondom önnek, vagy azért tettem fel ezt a kérdést önnek, mert amikor 500 vagy 600 millió forintról beszélünk, hogy az benne van egy szévben, és az ember mondjuk mellé számolja azt, hogy mondjuk egy letelepedési kötvénynek mennyi az ára, akkor azt mondja, hogy ezzel nem is csodálkozom. Mondjuk egy hallott. egyszerű dolgot. Az elmúlt, 100 millió, az elmúlt évek alatt Magyarország felkerült top listára a tekintetben, mennyi kötvényt Igen. tudott eladni. Ha ez a 100 milliárd forint az, ami nyereségként ezekhez a cégekhez kivándorolt, szerintem alaptalanul magas, kam, magas uh -huh. részel, ezt az idősekre, a nyugdíjak, nyugdíjak emelésére fordították volna, akkor ma nem 121 ezer forint lenne az átlag, a nyugdíjasoknak a kétharmada nem élne 121 ezer forint alatti e, nyugdíjból, és az embereknek jobb lenne az élete. Egyébként pedig De Orbán Viktornak jól. is jobb lenne, mert abban az esetben. E, az idei nyugdíj emelésnél nem kellene azt hazudnia, hogy milyen magas lesz az nyugdíj emelés, miközben egyébként prémiumként összesen havi 1000 forintot képes a magyar állam erre kifizetni. Na, ragudjon, de tudja, mit mondanak ilyenkor majd valószínűleg nagyon sokan a tévénézők. Közül, hogy hol volt a DK eddig, amíg nem volt választási kampány nyugdíjak a kapcsolatban? Miért nem exponálták magukat régebben is mondjuk ilyen témákkal? Minden nap kint az sok-sok városban, Ezért, ott voltunk az emberekkel beszélgetve, mert egyébként a parlamentben erről de nem érdemes Ha Menő lenne úr, mondjuk a DK, akkor mondjuk nem ezen a 4 vagy 5 százalékon állna a támogatottságuk, nem vagy 6. A támogatottság az nagyon sokban függ attól, hogy egyébként a versenyben igazából melyek azok a legfontosabb témák, amelyekben, amelyeket előveszünk. Igen, a Demokratikus Koalíció fontos ügyeket említ meg, így például az oktatás, az egészségügyben, talán emlékszik ön is, hogy milyen akcióink voltak a kórházak előtt felhívni a figyelmet arra, hogy milyen lehetetlen állapotok vannak a kórházban, éppen a kormány felelőtlensége miatt. És ezért, igenis, ott vagyunk minden nap az emberek között, mint Jó, ahogy tegnap is. Egy tapasztalt politikus félrenejetse, tényleg én csak azt próbálom megérteni, hogy miközben ennyire velemensen próbálják magukat exponálni mondjuk a letelepedési kötvényekkel kapcsolatban, miért bénáznak el mindent folyamatosan az elmúlt egy évben, akár hogyha az ellenzéki összefogást tekintjük. Nézzek. Itt van ez az október 23-a, ne arra de tényleg nincs öt vagy hat értelmes ember így a pártok részéről, aki hogyha egyszer azt mondja, hogy együtt csináljuk, akkor együtt fogjuk. Erre most ebből is tudnak még közösen összeszervezni semmit. A Demokratikus Koalíció nem bénázza el. Nekünk több mint 500 ezer támogatónk van, és örömmel vennénk, hogyha mindenkit arra hívhatnánk, hogy október 23-án legyen mód a közös ünneplésre. Hol van? Nem rajtunk múlik, és egyébként, ha lesz ilyen, akkor mi ott leszünk. Igen. Éppen ezért, addig, amíg ez kialakul, addig a legfontosabbra hiszen itt sok-sok témát felem, felemlíthetnénk, de a legfontosabb téma 2018 tavaszán Orbán Viktor rendszerét leváltani. ezt mindenki tudja kívül, a módszeri, is csak ezt ennek csak ennek a módszerét kell eldönteni. Hol van ez a félmillió szavazó most őszintén a DK részéről? Hát tessék megnézni a közvéleménykutatásokat, tessék megnézni az eredményt. Bármely akár hivatalos közvéleménykutatás, vagy pedig nem hivatalos közvéleménykutatás, éppen tegnap a klubrádióban zajlott le. De jó, hogy ezt Hol van és a jegyzetem? tessék megnézni a 85%-os A Gréci Zsolt ezt ki is posztolta, igen, hogy a klubrádió hallgatóinak 85%-a például el tudná azt is képzelni, hogy maga Gyurcsány Ferenc legyen a baloldal közös miniszterelnök jelentje. Még akár ez is bekövetkezhet, éppen ezért ne. látja ön is, hogy a demokratikus koalíció azzal, hogy sok helyen ott van, igenis az emberek véleménye. Ezt De várjon, állatja. önök, vagy várjon, ön például örül ennek a felmérésnek? Akár annak fényében is, hogy maga Boccaláztó is azt mondta, hogy a közös együttműködés és a közös munkának egyetlen egy záloga van, vagy lehet, hogyha Gyurcsány Ferenc hátra lép. Én inkább Igaz, annak... hogy Botka László azóta jó, hogy lépett hátra. Igen. Én inkább annak örülök, hogy a Demokratikus Koalíció azt a politikát folytatja felelősen, hogy minden választó kerületben egyetlen jelölt állítását kell nekünk célul kitűzni. Az egy az egyenlen politika az meghozhatja mindenki számára azt, hogy orbán rendszerétől megszabadulunk, és ezt a lehetőséget kell kihasználni. Magyarul sok zászló lehet a táborban, de egy a tábor. És éppen ezért a Demokratikus Koalíció kiáll a mellett, hogy külön listával kell indulni. Megmérettetnek a pártok, és ilyen módon 2018-ra eredményesek leszünk. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk az időt előre pörgetni, hogy ugorjunk egyet, és akkor most már ott vagyunk a 2018-as parlamenti választások eredményének. Nem sokára eljön az az idő, és akkor majd beszélni fogunk erről, de addig még sok víz le fog folyni a Dunán. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm valós. szépen.